Még nem kristályosodott ki végérvényes változata a költségvetésnek Dombováron. De Pintér Szilárd polgármester ragaszkodik ahhoz a szemlélethez, hogy csak a meglévő források költhetőek el. Ennek a gondolkodásnak az eredménye, hogy a tavalyi esztendő jelentős javulást hozott a gazdálkodásban, ami abban is megmutatkozik, hogy nincs 30 napnál régebbi számla az önkormányzat asztalán. Minden évben az a legnagyobb kihívás, hogy azokat a feladatokat, amelyeket egy önkormányzatnak kötelező ellátni, azt mindig magasabb színvonalon tudjuk ellátni. Természetesen a feladat alapú finanszírozás is ebből az irányból érkezik. Nyilván minél kevesebb saját forrás szeretnénk a kötelező feladatokra felhasználni, hiszen a saját forrásaink tennék lehetővé a település fejlesztését. Ez a szándék évről évre mindig megvan a testületben is, megvan a költségvetés tervezésekor. Természetesen kompromisszokat kell kötnünk önmagunkkal, hiszen nagyon fontos, hogy az óvodák, a bölcsődék, a szociális ellátásunk, az idős ellátás színvonalon nem romolhat, és ebben a tekintetben elengedetlen a saját források felhasználása is. A feladatok ellátásának színvonalon nem fog romlani a jövőben, jelentette ki Pintér Szilárd. 4,5 milliárd a költségvetésünk főszöke, de ez egy csalóka szám, hiszen ennek azért 75-80%-a feladat alapú finanszírozásból származik, és kötelező feladási célhoz van kötve, és meg vannak címkézve ezek a források. Ettől függetlenül 2020-ban megpróbáltunk mindent elkövetni, hogy 2021-re egy kiegyensúlyozott költségvetést tudjunk elfogadni. Az előző időszakban átúzódó adósságok rendezése mindig megtörtént, percre pontosan. Szállítói állományunkat folyamatosan rendeztük. 30 napon túl lejárt számlakövetelése nincs senkinek, Dombár város önkormányzata szemben. Erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen ezt már tavaly fél évre sikerült elérnünk. Hiszem, hogy tudjuk is tartani ezt a dolgot, és mindenféleképpen szállítóinkat időben ki tudjuk egyenlíteni. Közel 500 millió forint hitellel terhelt a város, ami hosszú távú hitel, így ennek kezelése nem megy egyik napról a másikra, mondta Dombóvár polgármestere. A 2019-ben vállalt 250 millió forintos kötelezettségből még csak egy év ment el adósságszolgálat szempontjából. De hiszem, hogy ezzel már nem is érdemes erről hosszasan beszélgetnünk és beszélni, tudomásul kell vennünk ezt az állapotot, és nyilván tervezésnél ezt figyelembe kell venni. És nyilván hosszú távon nagyon fontos, hogy tudjuk fejleszteni az ipari parkot is, és az ipari park fejlesztésének első lépcsőjével az idén el tudunk indulni, és tényleg hangsúlyozom, hogy remélem, hogy csak az első lépcső, hiszen 250 millió forintból nem lehet egy Dombóvár méretű városhoz kialakítani megfelelő léptékű ipari parkot, de rövid távon tervezek az ipari park területének a bővítését is. Nyilván nagyon szerencsés lenne, hogyha a város evéli szándékáival egybeesne az az elképzelés, hogy az M9-es mégiscsak Dombóvárt érinteni, hiszen ez a történet akkor lenne kerek, és akkor érnénk mi is célba, hiszen az általunk létrehozott iparterületet benépesíteni, csak akkor tudjuk, hogyha ez megfelelő közlekedési infrastruktúra is kapcsolódik. Az év egyik legfontosabb feladataként jelölte meg Pintér Szilárd a járdaépítési program folytatását és a vízelvezető rendszer kiépítését. Nyilván a járdák felújításában is nagyot tudunk előrelépni, hiszen a tavaly évben megkezdett térkőgyártási programunk hozadékából már most is 1 kilométernyi járdaszakaszra elengedő járda raktárunkban. Nyilván az idén ugyanennyit tudunk termelni, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg másik 2 kilométer járdaszakaszt fel tudunk újítani. Ezen túlmenően januárban sikerült beadnunk 3 pályázatot csapadékvíz elvezetés tárgyában, ami azon túlmenően, hogy érinti az árkok felújítását, az a párhuzamosan haladó járdák felújítását is érinti. Ez újból nagyjából 3,5 km járdaszakasz felújítását hozza maga után. Ha ezek a tervek valóra válnak és évvégére meg is tudjuk építeni ezeket, akkor azt gondolom, hogy 5 km járda még soha nem épült Dombováron egy évben sem. Továbbra is azt tudom csak hangsúlyozni, hogy a likviditás fenntartását tartom a legfontosabb tényezőnek, önkormányzati költségvetés életében is.